koncernem alapító tagja a Tolnai Caritas csoportnak. A civil szervezet egyetlen este alatt szerveződött, miután egy bajai aktivista előadást tartott Tolnán. 2011 óta segítik a nehéz helyzetben élő, rászoruló embereket. Koncz Ádám munkáját idén az Országos Caritas Szervezet elismerte a Caritas Hungarica díjjal. Az úgy régóta benne volt már, hogy az egyház szociális tanítása az a kezdetektől fogva kidomborodik az egyházon belül, és ez ma sincsen másképp, mint az ősegyház idejében. Ez a társadalomban az egyház élő arca, a szegényekről való gondoskodás, és ez úgy nem volt távol, nem esett úgy távol tőlem. Hát így szocializálódtam, a szüleim is ilyen emberek voltak. Igazából jó emberek voltak, örököltem tőlük sok minden jót. Egy civil szervezet, most már látom, hogy nagyjából 1990-től fogva egy csomó új civil szervezet állt föl, átrendeződött a társadalomnak ez a civil szövetszférája, és felállt egy csomó új szervezet, amik közül most már 30 év múltán azok maradtak meg, amiknek volt egy vagy van egy a szó legnemesebb értelmében karizmatikus vezetője, aki a hátán tudja cipelni ezt a közösséget, aki buldog kitartással és nagy-nagy alázattal végzi ezt a munkát. Tolnán két ilyen egyházhoz kötődő vagy egyház közeli szervezet is van. Az egyik a KÉSZ, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, amit a Saramó Márti jegyez, a másik pedig a Caritas, a Kovácsné Fűri Manyikával, aki szintén nagyon elkötelezett. És én úgy látom, hogy egy-egy településen akkor eredményes ez a munka, hogyha ezek a feltételek, hogyha a vezetés megvan, aki ezt föl tudja vállalni, és tudja csinálni, és képviselni. Rászoruló mindenhol van. Szegények mindig voltak, vannak, és lesznek is. Koncz Ádám számára nem ismeretlen a szegénység. Postás volt éveken át, és a levélhordás közben sok mindennel találkozott. Ennek köszönhetően majdnem név szerint is tudja, hol kell a segítség. A Tolnával egyesült Möst is ideértve, nem igen van olyan ház, olyan utca, ahol ne fordultam volna meg valamikor. Tehát megismertem a települést. Ezen kívül hát ős tolnai vagyok, nagyszüleim is tolnaiak voltak, ismerem a lakosságot. Aztán van még egy dolog, ami úgy közelebb visz ehhez a dologhoz, hogy mélyebben belelássak a szegénység bugyrában. Én vállaltam föl azt a feladatot, mivel mezőgazdász vagyok, és ismerem a határt, hogy a Caritas különböző szervezet, jótékonysági akciói, mint a karácsonyi, a húsvéti csomagosztás, és még vannak más alkalmak, amikor a Caritas eljut valamilyen csomaggal, vagy küldeménnyel, vagy ajándékkal a lakossághoz. Én vállaltam föl, hogy a tolnai tanyák, a Páskom, a Homokhegy és a Szőlőhegyek környékén meghúzódott szerencsétlen embereket fölkeressem ilyenkor. Nagyon sokan vannak, akik kikerültek oda az adósság csapdában vergődve, úgy tudták eladni a házukat, vagy annyi pénzük maradt, hogy egy présházat vettek, vagy egy szerszámos bódét, uram, bocsá, és ott tengetik az életüket. Hát itt találkoztam az igazi szegénységgel, a víz és villany nélküli lakókkal, akik a közeli autómosóból műanyag ballonokba viszik a mosdóvizet maguknak, és villanyuk sincs. És sokszor egy ilyen lukér fizetnek 40 ezer forint, hát úgymond albérletet a semmiből. Ez azért megfigyelhető, hogy polarizálódik a társadalom. A középosztály gyakorlatilag megszűnőben van. A nagyon gazdagok és a máról hónapra élők nagy-nagy tábora egyre távolabban egymástól. Sajnos ez tényleg így van. Bár én kaptam a kitüntetést, de a Caritas tevékenység egy csapatmunka. Így hát a díj mindannyiunknak szól, mondja. És tulajdonképpen ezt éreztem akkor is, amikor ezt a kitüntetést átvettem, hogy országvilág előtt elismerték ezt a munkát, és volt ilyen kérdés azóta már, hogy mit érez ilyenkor az ember, és hát úgy próbáltam megfogalmazni magam számára, tényleg nem több ez az egész, mint a karmester, amikor a zúgó taps közepett a zenekarra mutat, hogy gyerekek, álljatok föl, ez a taps most nektek szól, vagy legalábbis javarészben nektek, akik itt álltatok mellettem, körülöttem. Igen, hát ez tényleg így van. A Tolnai Caritas csoport gerincét az idősebb nemzedék képezi, de az eszme továbbadható, és a szervezet fiatal segítője is,
a csapat részét képezik, mondja Koncz Ádám. Ez az egyház további élésének az áloga is igazából. És én ennek örülök, mert tényleg azt látom, hogy ezerféle panasz hangzik el az egyház házatáján, hogy fogyunk, hogy öregszik a közösség, hogy egyre kevesebben vagyunk, és hogy ha mintha nem csak papok, hanem hívek se lennének már annyian, amennyien kellenének. És akkor ugyanakkor van valami, ami nem haldoklik, ami él és virul, ami működik és jól működik. És ez itt nálunk a Caritas például. Gondolom, hogy egyházanként és közösségenként ez más-más. Itt a Caritasban találta meg az egyház azt az arcát, amivel a társadalom felé tud fordulni. A legtöbb adomány lakossági felajánlásból érkezik, de számosan a gazdaság területéről is úgy gondolják, fontos a szolidaritás ilyen formája is. Leginkább gyerekruhára van szükség, de alkalmanként élelmiszerekre is, mondja Koncz Ádám. Majd azt is a lelkemre köti, hogy essen szó azokról is, akik vele együtt kaptak díjat. Valacsai Klárára és Szegőné Nyakas Eszterre gondolt, mert ez tényleg egy csapat, egy hit és egy tenni akarás.